Tisztelettel, szeretettel szólj az Isten anyjáról. A határon túli magyarok számára mindig fontos volt identitástudatuk megőrzése. Azok a leszármazottak, akik az idők folyamán valamikor bevándoroltak az anyaország területére, hosszú évekig, akár évtizedekig is megőrizték a székely hagyományaikat, szokásaikat. A bukovinai székelyek búcsúján már évek óta hagyomány, hogy szentmisével kezdődik az ünnep, utána pedig az öt bukovinai faluról szóló megemlékezések következnek. A búcsón részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki beszédében kiemelte, a székely mindig dolgos nép volt, az egy éve átadott székely portát is a két kezükkel építették fel. Többek között ezt is ünnepelték a búcsón. Erre az ünnepségre, illetve arra emlékezünk, hogy 30 éve áll ez a templom, és 30 éve jött létre egyébként ezzel nagyjából párhuzamosan a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, akkor még Székely Szövetség névvel, és éppen egy éve adtuk át a Székely Portát, ezt a gyönyörű épületet, illetve a kialakított udvart, ami lehetőséget teremt arra nekünk, hogy évről évre itt össze tudjunk gyűlni, és egyébként a templom pedig lehetőséget nyújtott az elmúlt 30 évben, és reméljük, hogy a következő évtizedekben arra, hogy az ünnepeinket még teljesebben tudjuk megélni. Mint ahogy elnök úr is elmondta, itt sokszor a múltra szoktunk emlékezni, de sokszor nincs értelme már csak a múlttal foglalkozni, hanem a jövőbe kell tekinteni. Reméljük azt, hogy jövőnk is lesz, nem csak bukovinai székelyeknek, hanem magyaroknak és az egész magyar nemzetnek, ezért dolgozunk. A bukovinai székelyek búcsúján beszédet mondott Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is. Ő azt mondta, hogy a 21. században is fontos megőrizni a székely identitást, hiszen sok szép szokás és hagyomány kapcsolódik a bukovinaiakhoz. Manapság különösen fontos, amikor lehet látni, hogy mindenféle népség vándorol, a jó Isten tudja merre felé. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nekünk bukovinai székelyeknek, amikor már meneküléstől fogva, ugye mindig is egy kisebb közösséget alkottunk, és ezért mindig törekedtünk arra, elzárt helyen is voltunk, hiszen a Bukovina ugye egy tényleg távol eső rész volt, és ezért ragaszkodtak ahhoz a kultúrához, amelyet hoztak az akkori őseink, és nekünk meg különösen fontos, hiszen mekkora utat megtettek. Ha arra gondolunk tényleg, hogy Bácskába, a falu neveket megőrizték. Tehát mindenképpen szeretek volna visszaköszönni azok a dolgokkal. Ugye csak például Bács József falva, ugye ott volt József falva, itt meg Bács. Tehát megőrizték is. És úgy gondolom, hogy az énekek, azok a gyönyörű mondák, azok a hihetetlen szép mesék, amiket tényleg hallani, ez mind azért szolgált, hogy a gyermekeinknek átadjuk. És ez úgy gondolom fontos, kell, hogy legyen nekünk azokkal a sok hihetetlen kincsel, amit tényleg hoztak a bukovinai székelyek. Az elnök azt mondja, elengedhetetlen tisztelni a hagyományokat és erősíteni az identitást. Ezzel nyerhetünk egy közösséget, egy családot, ahova jó tartozni. Hát azért fontos, mert ha az ember gyökerek nélkül él, akkor avval az emberrel bármit meg lehet tenni. A gyökerekre fontos, hiszen a fa is kiborul előbb-utóbb, ugye, mert gyökér nélkül nem lehet. Hát még az ember. Fontos, hogy a gyökereinket ismerjük, de nem kell elrévülni a múltba, úgy gondolom, előre kell mindig tekinteni, és meg kell érni a mindennapjainkban a székelységünket. A minden területen. Ez apró dolgoktól, az ételektől kezdve, a mondáktól kezdve, a beszédünktől kezdve, mindenben bele lehet csempészni egy keveset, ami a múltunkból van, és a jelenünkhöz szól. Ez fontos. A bukovinai székelyek búcsúján nem csak arról beszéltek, hogy fontos megőrizni a székely identitástudatot, hanem megemlékeztek az öt bukovinai székely település elhunytjairól is egy-egy koszorúval.